Elkezdődött a németvárosi Szent József templom tető felújítása, jelentették be a szerdai helyszíni sajtótájékoztatón. Egy pályázat révén a gyulai önkormányzat 30 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. A felújítás teljes összege több mint 37 millió forint, melyből az önerő közel 7,1 millió forint. Ennek egyik felét az önkormányzat, a másikat pedig a Nádi Boldogasszony plébánia biztosítja. Kovács Péter plébános elmondta, az elmúlt 10 évben több millió forintot költöttek az állag megóvásra. A jelenlegi felújítással megoldódnak a beázások a templomban. Gyula szempontjából ez az első, ami legszükségesebb volt, hiszen addig semmiféle tatarozáshoz, se pályázatot, semmit nem lehet nyerni, amíg a tető nincs rendben. Ha a tető rendben van, akkor attól kezdve már bármilyen irányba lehet lépni, ha van rá természetesen lehetőség. Tulajdonképpen ez most a mi számunkra, a plébánia számára is, illetve az egyházközség számára is egy nagyon nagy támogatás, hiszen ez nem valósulhatott volna meg a saját erőnkből. Viszont annyira időben is már túl vagyunk azon, hogy ezt meg kellett volna csinálni, hiszen azért évek óta itt több százezer forintos javítási munkákat végzünk egyfolytában. A városrészben élők közül többen adományoztak annak érdekében, hogy megújuljon a Szent József templom tető szerkezete. Nagyon sokat jelent a német közösség és a német nemzetiségi közösség számára, és a városi számára is azt, hogy a német városi templom felújítása végre elindulhatott, és hát reméljük, hogy ez az első lépés, és ezt majd már sok-sok követi, és ez az ikonikus épület, ugyanúgy, mint a Máriás ház, majd végső pompájában újra itt lehet a városrész főterén, és nem csak maga az épület, hanem maga azt jelképezi, hogy a közösségünk újraéled, és reméljük, hogy lelkileg és identitásban is még jobban meg tudunk majd újulni. A fedélszék szerkezeti elemein elsősorban beázásból származó gombásodást és kisebb mértékű rovarok által okozott károsodást fedeztek fel. Így többek között a teljes felületen elbontják a tetőlécet, valamint kicserélik a sérült, elkorhadt szerkezeti elemeket. A cserepek állapota elavult, sok helyen javított. Töredezett a cserépburkolat. Itt a tetőszerkezet megújításánál, mert nem annyira egyszerű ez, mint egy saját tető felújítása, mert műemléki épület, az alatta lévő értékes szekkók, festményeknek és mindennek az állag megóvása nagyon fontos, és ahogy hát Esperes úr is mondta, majd meg kell oldani az alsó szigetelését, valószínűleg ezzel a fűrészeléses és behúzásos rendszerrel, és hogyha tulajdonképpen a kettő a tetejétől az aljáig, vagy alulról fölfelé vizesedés megszűnik, és kiszáradnak teljesen a falak, akkor lehet a teljes fal szerkezet és minden egyébnek a rendbetételén gondolkozni. Görgényi Ernő polgármester hangsúlyozta, az Aportér ikonikus jelentőségű a város történetében. 2010 óta felújították Erkel Ferenc szülőházát, az egykori napkocsma épületét, ahol jelenleg gyermekjóléti szolgálat működik. Most zajlik éppen a város legrégebbi, épségben maradt lakóháza, a Máriás ház felújítása. Az Aportér központi eleme a németvárosi Szent József templom. Ez egy várostörténeti szempontból is jelentős épület, és természetesen hitéleti szempontból is jelentős közösségi épület, ezért közérdek ennek a megújulása, ennek a történelmi jelentőségű műemléképületnek az állag megóvása, tovább tudjuk örökíteni a jövőre nézve. És ez, hogy milyen fontos szerepet játszott, talán az is bizonyítja, hogy egy irodalmi alkotás színhelye is volt. Kis László Gyula írónak a Gólya című novellája ennek a templomnak a tetején játszódik, annak azon a tetőszerkezeten, amelyet most újítunk meg. A felújítás várhatóan augusztus 31-én fejeződik be.